Én 1980-ban, 80-ban kezdtem el edzősködni. Tehát gyakorlatilag most pont 81-ben igazán pontosan, illetve előtte már edzősködtem egy évet ilyen társadalmi munkában, és elkezdtem 80-as években edzősködni gyerekekkel, fiatal 10 éves gyerekekkel, éppen most küldtek fotókat, az első minis csoportomra, hát fantasztikus élmény volt. És lényeg a lényeg, hogy 86-ban, akkor ezek a fiúk már, ha jól emlékszem, serdülőkorúak voltak, és nekem volt egy nevelőedzőm, a Velencei Tévi Sportiskolát Duna Istvánnak hívták, és neki akkor volt ott két versenyzője, volt ilyen junior négy nemzetverseny Miskolcon, és elmentünk megnézni, neki volt ott két versenyzője, nekem meg a serdülő válogatottban volt két versenyzőm. És ezeknek a gyerekeknek volt ilyen, mondom, ilyen négy nemzet versenye. Elég az hozzá, hogy ebben a junior csapatban olyan emberek voltak benne, akkor már mint a Gida, vagy a Csipesfeli, vagy a Gyulai, vagy Ódosi, Fidel Laci, Kovács Zoli, tehát akkor így nevek legnagyobbika, már benne voltak ebben a junior válogatottban. És vacsoráztunk, és tőlünk egy olyan 100-200 méterre lévő másik vendéglőbe vacsoráztak a fiúk, kint a teraszon, mi is kint egy másikba. Pistolácsi, most kérdeztem tőle, hogy Pistolácsi, el tudja maga képzelni azt, hogy én valaha nekem egy ilyen csapatom lesz? Vagy valaha egy ilyen csapatot tudnék én irányítani? Azt mondta, hogy te már most is tudnál. Tehát ebben csak azt akarom mondani, hogy nagyon nagy hatással volt az én pályafutásomra ez a mondat. És mivel mindig hittem neki, és mindig hittem benne, és nagyon sokat dolgoztunk, tehát úgy, hogy tanítgatott engem egy-két dologra, és én akkor ez nagyon nagy lökést adott a további pályafutásomnak. Van olyan az edzői módszereik között, amit kimondottan tőle vetted? Most már nincs. Volt, van, igen, hát azért nincs, vagy azért volt, mert éppen az idén tavasszal történt egy eset, hogy volt két fiatal versenyző, és ki voltunk edzőtáborba, és megadtam nekik a feladatot, és hát nem úgy csinálták meg, ahogy én gondoltam, és akkor én türelmesen megfogtam, megvártam őket, leültem a stégre, és mondtam, hogy úgyis edzőtábor vagyunk, most akkor ezt megcsináltak még egyszer, de most már időre. És akkor a fiúk végeztek, és akkor a kameráiknak panaszkodtak, hogy meg kell csinálniuk időre, és mondta a kamera, hogy tudjátok, mi időnkben ilyenkor már kirúgott bennünket a Nándi. Vagy kirúgott már benneteket a Nándi. Hát igen, ez a keménység, igen, ez a már olyan szintén keménység, az a követelmi rendszer, ez a nálam az edzés, az szent és érthetetlen. Tehát edzés, az nincs olyan, az meg kell csinálni, az annélkül nincsen siker. Az alapja mindennek, hogy az edzést azt megcsinálom, és akkor utána lehet sikert elérni, és akkor lehet úgymond az én szavaimat pávázni. Sokan úgy tartják, hogy szerencsés edzői sorsot kapott. Ön mennyire tartja magát a szerencse kegyelténél? Hát ezt szeretném tudni, kik voltak ezek, akik azt mondták, hogy ilyen sors. Kegyetve, igen, abból a szempontból igen, hogy amit az előbb is mondtam, hogy olyan embereknél, vagy olyan emberek voltak akkor a szakmában, mint az Angyal Zoli, vagy akár a Fábián, akár a Dunai Pista bácsi, vagy a Babella, akiktől lehetett valamit ellesni, vagy legalábbis nem mindenkitől, gyakorlatilag nem könnyű, de nem könnyű elesni bármit is, mert nem igazán. De mindenkitől próbáltam tanulni. Tehát én nem voltam rest arra, hogy beüljek bárki motorosába, kenusok motorosába. Tehát amikor én oda kerültem a
a felnőttekkel a 90-ben az először az edzőtáborba. És én azt gondolom, hogy nagyon, én ezt nem nevezném igazán nagy szerencsének, hanem inkább annak nevezném, hogy rengeteg, tehát ezért voltam szerencsés, hogy rengeteg olyat láttam, dolgoztam a csipesékkel áttételesen, tehát volt abban a Kajak 4-esben egy Fidel Laci nevű versenyzőm, 99-ben, 92-ben, tehát gyakorlatilag láttam azt a 4-est edzeni, vagy akár a volt olyan 504-es, amiben bennült a Ábrahám is, és gyakorlatilag azt én edzettem, tehát és jól mentünk, tehát összességében láttam ezeket a fiúkat edzeni. Amikor magam sportoltam, akkor volt a Csapóféle nagy generáció, azokat láttam kajakozni, láttam edzeni. Utána, amikor elkezdtem edzősködni, akkor oda kerültem, a válogatott az 90-ben, és akkor ilyen emberek voltak akkor benne a csapatban, akkor már nem juniorok voltak, hanem felnőttek a Feriék, a Gyulai Zsolt meg ezek. Tehát láttam ezeket közelről edzeni, kajakozni, mondhatnám úgy is, hogy jó viszonyban voltam ezekkel a versenyzőkkel. Sok olyan versenyzőm van, amiről egyébként lemondtak. Tehát mondjuk csak kezdjem a... Nem szóval lemondtak, igazán nem biztos, hogy ott volt. Tehát mondjuk a Berecki Ákost, azt nem volt igazán egy kajaktalentum, amikor én gyakorlatilag felfedeztem, és két nap után, amikor Csepelre kerültem, akkor én elmondtam, hogy én találtam egy nagyon jó kis versenyzőt. És ők kérdezték, hogy ki az, mondom, a Berecki Ákosnak hívják. És akkor mondták, hogy tudom-e, ki ez a Berecki. Mondom, igen, nem is érdekel, hogy ki. És akkor leültem be, és elmondtam, hogy én úgy látom, én tudnék veled egy nagyon ügyes kajakost csinálni. De ez az kell, hogy... És akkor mondom, hogy gyereztem. És akkor mondja, hogy gondolkodott rajta, próbáljuk meg. Sikeredett az, ami sikeredett. Vagy a Kökény Roland, aki gyakorlatilag a Honvédból úgy eltanácsoltak, hogy adtunk neki egy átos a lapot, ráírták, hogy viszontlátásra. Oda mész, ahol akarsz. És az édesapja lehozta hozzám. Kijutott két olimpiára nálam, világbajnok lett. Igen, az olimpia előtt, igen, a 4-es is hasonlóképpen működött. Nem mentek jól a Stolz meg a Horváth Gábor. Nem mentek jól. És akkor megkeresett a Botont, hogy szeretne átigazolni. Hogy nem átigazolni, átjönni hozzám, mint edzőhöz. És akkor mondtam, hogy hát tudom-e, vagy keseredve, ne kapkodd el, gondolkozz el egy kicsit, aludjál rá néhányat, aztán majd beszéljünk róla. Aztán eldöntötte, és átjött. És átjött a Horváth Gábor vele együtt, és akkor így egyben maradt a 4-es, és akkor felhoztam őket, igaz, hogy tett egy csere, hogy a kamera ült be a Horváth Gábor helyett a párosba, de nagyon jó, akkor volt nagyon jó 4-500-as párosom, vagy három, de az Ákoshoz képest nem mentek olyan jól, és keresni kellett valakiket, és akkor az így szerencsésen alakult, hogy a Boton megjelent, és akkor a kamerával már az első időmérésen olyan időt eveztek, az Ákoshoz viszonyítva, aki volt igaz a numero a világon, 500-on, hogy azt mondtam, a Simon felhívtam, és mondtam, és már van egy párosunk is. Hogyan emlékszik vissza arra, amikor első ízben nyertek olimpiai aranyat a tanítványai? Hát ez Sydneyben volt, amikor ott egyébként nem csak a 4-es, hanem még az 1000 párosnak is nagy esélye lehetett volna a győzelemre, csak 30-ak lettek, és mivel elég távol van a pálya, és a úgymond a csapatnak a helye, ahol a hajókat tároltuk. Igazán én kivetítőn néztem volna végig, amit nem tudtam végignézni, és háttal láttam a kivetítőnek, vagy fél oldalt, vagy nem is tudom, és a Rudasi Jogi barátom közvetített nekem hangosan. Úgyhogy igen, hát minden győzelem egyébként nagyon-nagyon, most egyre nehezebb, egy rosszabbul élem meg, szóval mondom őszintén, egyre rosszabbul élem meg, egyre nehezebb megélnem a győzelmeket, hát egyre olyan, hogy is mondjam, sokszor már félek tőle.
Az igazság az, hogy azért annak idején, amikor 90-ben először a Fidel Laci nyert nekem felnőtt világbajnokságot, az is egy nagyon fantasztikus élmény volt, amikor egy akkora ember, aki már egyébként volt világbajnok, és a nyakamba ugrott, és nagyon borzasztó boldog volt, és érezni azt a boldogságot, amit egy ekkora egy hatalmas ember és hatalmas kajakos érzett, érezni rajta. Szóval ez azért meghatározó volt a későbbiekben. Igazán hát ezek a győzelmek, azok mindegyik nagy élmény. Tehát, hogy kiemelni belőle olyat, amit talán az első ilyen volt, és még egy nagyon nagy élmény volt talán, ami megint nagyon meghatározó volt, és nagyon érdekes volt, az a 2004-es olimpiai győzelem. Hatalmas fölényes 4-es győzelem volt. És nagyon nehezen indultunk neki. 2000 után egy kicsit úgy nagyon-nagyon ismertek lettek a versenyzők, rengeteg helyre hívták őket, nagyon népszerűek lettek, ami nagyon természetes. Viszont ez egy kicsit mindig visszaveti a munkát, egy kicsit mindig nehezebb őket belevinni újra a mókuskerékbe, és aztán gyerünk, mert hagyjuk és felejtsük el, mert nagyon nehéz, mert minden nap szembesül vele, hogy megjelenik a plakáton, megjelenik a tévébe, valahol hívja az újságíró, írja ez a tévé, az a tévé, és ez nagyon nehéz, és ez rögtön nehéz feldolgozni. Az egy nagyon nagy siker volt számomra, még az a 4-es győzelem, az még ott nagyon. Már csak azért is, mert olyanok gratuláltak, én nem tudtam volna képzelni, gratulálni fognak, tehát csak, hogy mondjam, a német szövetség kapitány gratulált, akik mások lettek, és nyakamba volt, és csókogatott, hogy megnyertük. És olyan, mert miért? Hát ők lettek a másodikat. Tehát boldogok voltak, tehát már azért, mert a sportágnak ez egy nagyon, nagyon szépen, ahogy eveztek, ahol az egész látványos volt, és gondolom ezért, meg azért, hogy mit tudom én, előtte lévő évekig sokáig nyerő szlovákokat meg tudtuk verni. Tehát sok minden érdekes volt, érdekes ezekben. Tehát talán igazán ez volt a két legnagyobb, ami úgy nagyon-nagyon hatással volt rám. Már sokszor leírtam egy-két dolgot, hogy milyen versenyzőt szeretnék magamnak. És leírtam, hogy olyan halkatú srácot szeretnék, mint X, olyan lelkista, mint Y, olyan izomzatút, mint Z. És akkor ebből, hogy ez lenne az ideális nagy kajakos számomra, és hogy ezért küzdök, hogy egy ilyet megtaláljon az ember. De összességében akkor érzem jó magam olyan csapatomban, akik biztosítják azt a lehetőséget, hogy számomra, hogy az a munka, amit csinálok, örömet okoz nekem. És amikor, és én nem szeretem az egy helybe járkálást, tapogatózást, én mindig próbálok újat és újat csinálni és behozni a sportágba. Rengeteg új apró dolgokat csinálunk, amit nem csinálnak, vagy nem csináltak mások, és utána csak később kezdtek el. Tehát hogyha így mondanám, akkor azt kell talán egy mondatban azt tudnám mondani, hogy a számomra a győzelem az egyedüli, ami elfogadható. Mi az, amit nem remélt a sportágtól, és mégis megkapott? Az, ahova jutottam, akár ember, akár mindenféleképpen, akár a magánéletem, akár elismertségem, vagy bármi, ezt mind a sportágnak köszönhetem. Tehát megvolt arra a lehetőségem, hogy akár elkallódjak, mint gyerek. És amikor elkezdtem kajakozni, olyan szerencsés, fantasztikus emberekkel kajakoztam együtt, mint a Gály Józsi, a Fanándi,
csak ugye a legnagyobbakat nevet, de azon belül is voltak olyan szenzációs értékű emberek, értékes emberek, akik nem a sporttág számára voltak igazán nagy értékek, de fantasztikusan sokat köszönhettünk a sportágunknak, vagy maga a Duna Istvánnak, tehát rengeteget köszönhetünk, hogy nagyon fontos az, hogy egy klubban van-e olyan ember, aki úgy tud hatni a versenyzőkre, vagy úgy tudja őket felkészíteni az életre, hogy azt mondhatnám, hogy apa helyett apja volt mindegyiknek. Én rengeteg tanítványomnak magam írtam alá az ellenőrzést, mert nekem kell aláírni, meg jártam osztályfőnöki órákra, meg nyílt órákra, meg ilyen hasonló dolgokra. Tehát ez nagyon sokat megtanított erre sok mindenre. Tehát maga a kajakozásnak köszönhetek gyakorlatilag azt mondom mindent. Mi az ára annak, hogy az emberből sikeres edző lesz? Mi az ára? Hát igen, ez egy érdekes dolog, Ha most lehetne panaszkodni, hogy rettentő sok lemondással jár, hogy az embernek állandóan edzőtáborban van, hogy a magánélet háttérbe szorul, hogy a gyereknevelés háttérbe szorul, hogy rengeteg a távollét, az ember sokszor nem tudja, hogy hol alszik. Hát most megjöttünk a versenyről vasárnap, egy-két nap otthon, aztán már csütörtökön már valahol Belgrádba haszunk egy szállodába. Tehát összességében ez mondjuk, mondom azt, hogy ez nagyon fárasztó, meg nagyon nehéz, meg ez nagyon sok lemondása jár. Ugyanakkor ott van a másik része, gyakorlatilag az ember azt csinálja, amit szeret, ez a hobbija. Ez csinál mindent, ez ad neki mindent, ez ad neki sikert, pénzt, csillogást, mindent. Tehát összességében, ha így nézem, lehet ezt nézni, ez nagy lemondás és borzasztó nagy hogy ezt még egyszer nem csinálnám, nem még egyszer is edző lennék.